A java még ezután következik. Az, hogy Isten megmentett bennünket Jézus Krisztus által, az nagyszerű dolgoknak a részeseivé tesz bennünket már itt ezen a Földön, igaz? Milyen jó Istennel közösségben élni. Milyen jó átélni azt, hogy a bűneink meg vannak bocsátva. Milyen jó megtapasztalni azt, hogy elfogadottak vagyunk. Milyen jó tudni, hogy Istenhez tartozunk. Milyen nagyszerű betöltekezni Istennek a szellemével, igaz? Olyan sok kincset és értékes dolgot kaptunk, és kapunk Istentől itt a földi életünk során is. De nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy az üdvösségünk, azaz a megmentésünk, az valójában reménységre szól. Tehát az igazi nem az, amit most élünk, hanem igaz, az igazi majd az lesz, ami kibontakozik az életünkben, ami vár ránk. És ezért ne csüggedj el és ne keseredj el, hogyha küzdelmeid vannak. Ne esz kétségbe akkor, hogyha nem mindig érzed úgy teljességében azt, hogy jaj, milyen jó is az Úrénak lenni. Mert azt mondja a Biblia, hogy ezen a világon Jézus mondta, hogy sok nyomorúságunk lesz. És sok nyomorgatáson keresztül kell nekünk bemennünk hová? Az Isten országába. Abba a jövőbe, amit ő elkészített számunkra. Tehát az üdvösségünk reménységre szólt.